A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Kis Nikolász, az Erste befektetési ZRT részvényelemzője a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Na, jól hallottam itt a Gáborral való diskurzusotokat, akkor inkább a tengeren túli piacokról és az ott jegyzett részvényekről, társaságokról vannak infóid. Bizony, ez így igaz. Az ottani gyors jelentési szezonból az S&P 500 esetében azt láthatjuk, hogy az 500 cégből nagyjából 450 már jelentett, azonban, ahogy ezt megszokhattuk a gyors jelentési szezonban, a kiskereskedelmi cégek és a technológiai szektor az, ami mindig a jelentési szezon vége felé teszi közzé a gyors jelentéseit, és ezúttal még az előző hétvégén például a Snapchatnek a tulajdonosa, a Snap vállalat tette közzé gyors jelentését, és az árfolyam ismét, ugyanúgy, ahogy a tőzsdére menetele óta az első gyors jelentését követően, most a második gyors jelentésben is egy nagyobb, hát hogy is mondjam, finoman, zakót mutatott be. Meg a kettő között is folyamatosan zakózott, tegyük hozzá, igen. Igen, közte is, hát csordogált, meg igen, ment lefele, és ezek a gyors jelentések, ezek mindig felgyorsítják ezt az esést. Az első negyed évet követően azt láthattuk, tehát miután az első negyed éves eredményeket tette közzé, 21%-ot esett a részvény, onnan sikerült felfele mászni, egész sokat optimistábbak lettek a befektetők, azonban azután ismét egy eladási hullám kezdődött, ami most ismét tetőzött, ugyanis történelmi mély pontra jutott a papír, miután 14%-ot esett pénteken. Ezt a betyár mindenütt, az nagyon komoly, aha. Ennyire rossz lehet ilyen kilátástalan helyzet? Mégis az látszott, igen, hogy igazából a sztori még ott kezdődött. 2016 második negyedévében még a napi aktív felhasználók száma, tehát ami igazán számít ebben a szektorban, az még év per év alapon olyan 17%-ot tudott emelkedni. Majd ezután jött az Instagram, és lemásolta a Snapchatnek a Stories nevű funkcióját, ami igazából a fő bevételtermelő funkció ennek az alkalmazásnak, ahol felrakhatunk hát, képeket arra, hogy milyen volt a napunk, és ugye az ismerőseinknek nézegethetjük ezt a képekben, hogy milyen volt a napja, alá lehet kommentelni, feliratokkal ellátni, ilyesmi, és miután az Instagram ezt lemásolta, ez a 17%-os évfelév alapú növekedési ütem a felhasználók számában, ez ilyen 5%-ra lassult le, és most ismét a második negyedében reménykedtek a Snapchat befektetői, illetve az elemzők, akik még magas célárakkal látták el a részvényt, hogy ez a lassulás csak átmeneti, és sikerül ezt kinőni a vállalatnak. Ment a reménykedés. De ismét csalódást okoztak, és egy 5% alatti 4,3%-os évperév alapú növekedést láthattunk a felhasználók száma. Tehát azt láthatjuk, hogy igazából konzerválódni látszik ez az alacsony növekedési ütem. Uh-huh, és az IPO-t nyilván egy jóval magasabban áraszták, úgyhogy most akkor bizony, máshogy ez így van, igen. Mondtak, ennyi a történet. Aha, akkor viszont még simán lehet, hogy ez nem az alja volt. Lehet, egy kis pozitív, hogy Amerikában az első negyedévben 3 millió új felhasználót sikerült szerezniük, most a második negyedévben már 4 millió újat, és az amerikai felhasználók azok, hát rajtuk lehet a legnagyobb reklámbevételeket csinálni, tehát ez egy pici halvány reményszikra volt, azonban tényleg úgy néz ki, hogy az a nagy növekedési sztori, amit még beleláttak, végülis egész jól mondhatni, egész jól időzítették még az elsődleges részvénykibocsátást, ugye akkor még csak így kérdőjeles volt, hogy most ez átmeneti lassulás, vagy hosszabban tartó, és most inkább a rákövetkező két negyed évre az bizonyosodott be, hogy ez egy hosszabban tartó lassulási trend a felhasználók növekedési ütemében. Tehát lehet ez majd a kicsit megint elveszi a befektetők kedvét attól, hogy újra egy ilyen nagy technológiai IPO-ba szálljanak be legközelebb. Profi rámérték a madarakra, igen, is lehet nagy, fogalmazni. Igen, nagyon jól lett időzítve. Én nem követem őket, de gondolom eredmény még itt sincs. Nem, itt is még a most a negyen évben 400 millió dollár feletti halmoztak föl. Uh-huh. Tehát a bevételek azért lassacskán növekednek, egyre inkább lehetővé teszik azt a hirdetőiknek, hogy jobban megcélozzák az egyes korosztályokat, azonban ez sem mutat egyelőre jelentős előrelépést.
Igen, hát teljesen más az, hogyha mondjuk egy brutális nyerességgel működő cégnél a növekedés igen csökken. Igen, a pénznyelő kategória, és az ígéretek sincsenek ott, tehát nem a legjobb város. Igen. Ú, hát akkor ezt most egy picit jegeljük befektetésként. Na, mondj még egy izgalmas gyors jelentés, mit emelnél még ki? Hát például volt még az Nvidia, az S&P 500 elmúlt 12 hónapban legjobban teljesítő részvénye. Egy kis felkonferálás, 2016-ban háromszorozódott az árfolyam, idén is 50%-kal emelkedett, és egy elég érdekes dolgot figyelhettünk meg amúgy. Bocsáss meg, elnézést, csak ezt nem tudom kihagyni, lehet, hogy te még egyetemen sem voltál, vagy nem tudom pontosan, hol voltam, amikor mi a 2000-es lufi pukkadásban ezzel játszottunk. Igen, a Balázsra. Ez egy nagyon, nagyon mozgékony darab volt már akkor is. Akkor is ügyesen. És azóta is születtünk. Igen, igen. Szóval na, ugye hát grafikus processzorokat gyárt, és hát azért az árbevételnek a fele az nagyjából még a hát így a számítógépes játékoknál, amik tényleg megigénylik ezeket a magas teljesítményű grafikus processzorokat, tehát odaértékesít, és ebből származik. Azonban most kiderült a negyedéves gyors jelentésében, hogy két új, viszonylag nagy jövedelmezőségű szegmensben az adatközpontoknál és az önvezető autóknál, ahol szintén belépett a piacra, ott az árbevételek hát nem sokkal, de egy picit elmaradtak a várakozásoktól, és amúgy összegészében egyébként a profit és az árbevétel megverte az elemzői várakozásokat, de csak attól, hogy két kisebb szegmensben, ami nagyjából a teljes bevétel mondjuk egy negyedét teszi ki, egy picit alulmúlt ezeket, emiatt egy 5%-os eséssel büntették a befektetők, tehát megszokták már az Nvidia-tól, hogy tényleg tökéleteset jelent, minden soron felülmúlja a várakozásokat, és most annak ellen, hogy ismét erős számok, még a következő négy évre is igen erős várakozást közöltek, két kisebb szegmensben egy kicsit alulmúlt a várakozásokat, és már is egy 5%-os esés mutatott. De ugye így is még idén egy 50%-os pluszban van, de mégis érdekes volt a piacnak. Virágos. Ez a reakció, hogy tényleg annyira nagy elvárások vannak felé, hogy tökéletes gyors jelentés kell különben. Különben így járnak, igen. Gyanítom, a bitcoin bányászok által használt videókártyák is hajtják a piacát. Igen, bizony, ott az AMD mellett még az Nvidia, igen, ahol ezt láthatjuk. Azonban azt mondják a nagy elemzőházak, hogy azért ebből hosszabb távon nem kell komolyabb plusz profitra számítani. Tényleg inkább ez a mesterséges intelligencia és az önvezető autók, így ez a két főbb olyan irányvonal, amiből még továbbra is jövőbe exponenciálisan nőhetnek a bevételek. Világos. Közben megnéztem, igazán rápillantottam a teljes hosszú grafikonjára. Hát a 2000-es nagy szakadás, nagy összeomlás, meg fölívelés, ami ebben a papírban, az már csak egy kis vakontúrás a csárton. Bizony, igen, hát elképp. Most meg fölment ugye a négyszeresére, ahogy mondtad, de erről teljesen lemaradtunk, ugye már. Igen. Mondottam, hogy 20 év után ismét, sőt ennyire népszerű tud lenni. És ugye megint beizgázolódott, hogyha jól választasz, és ülsz, és türelmes, hogy akkor egész egyszerűen tartani kell, és hozza a pénzt. Igen. Hát részvényeknél ugye igen, ezt mondjuk, hogy hosszú távon beleülni, nem nézni. De ez 20 évig nem csinált semmit, és utána két év alatt, másfél év alatt ment a négyszeresére, úgyhogy nem biztos, hogy kibírtad. Igen, ezt majd ki kell számolni. Hát kibírni biztos, hogy nem, hát én ennél sokkal türelmetlen. Egy ilyen részvényem van, amiben tudok évek óta üldögélni, de nekem ez nem megy. Oké, köszi szépen! Jó munkát kívánom már, a szép napot! Szia. Szép napot nektek is! Minden jót! Sziasztok! Kis Nikolász, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzője hozott nekünk híreket a tengeren túlról. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.